Kurvára fázok, bazd meg, esküszöm, olyan szinten fázok, hogy ezt már el sem tudom képzelni. Voltam, el sem tudom képzelni ezt az estét ilyen hideg nélkül egyébként. De szép is lenne ez az időszak, hanem az álomvilágban élnénk. De vagy nem az álomvilágban élünk, ezért nem, nincs hideg. De mindegy, srácot, nem gond, egyébként a benti általános képes. Hát általában előfordul, hogy még az sem segít, de ez most azt mondom, hogy most ilyen állapotban valamilyen szinten nem túl gáz a helyzet, valamennyire segít az összképen. Na de, megérkeztünk 6 perces intro után. Megérkeztünk. Megérkeztünk. Szevasztok, szevasz Kenta, meg szevasz Misi. Hát a Misi már megy aludni, már baszik, hónap korán kell kelni, reggel 6-kor kell keljen. Vagy max 8-kor, nem tudom most, hogy 8-kor kelsz, vagy 6-kor. És szevasz Pemfi, meg szevasz Fábián, gyerekek, és szevasz Alex, üdvözöllek téged is, Alex, Halihó, hát micsoda csapesz, hát, igen, hát ez nagy csapeszokban vagyunk, hát most ez a sapka árkban vagyunk most, kérlek szépen, volt régen, tavaly, nem is olyan régen, tavaly a fejpántos árkba voltam egyébként, tavaly fejpántos árkba voltam, akkor volt az, hogy legalább egy 2 hónapon keresztül fejpánt volt mindig rajtam, most sapka lesz rajtam most, nem most miért ne. Vagy a múltkor, ugye most voltunk a közösségi rendezvényeken, összesével az emberekkel, a nagy közönség találkozóval, és aztán ezért, és ott szereztem, beszereztem egy sapkát, egy ilyet. Ilyen sapkát, ami egyébként most így fordítva néz neki, úgyhogy most akkor tényleg úgy látszódna igazán, hogy pontosan mi van benne, meg hogy milyen is valójában ez. De most azért nem úgy vettem fel, szóval azért nem elő van a sapka első része, mert hát ott takarja a lámpát. A lámpának a fénye takarja a szemünket, hogy ki ebbe van sötétülve, hogy mond a szemem, konkrétan így látszódott. Úgyhogy teszteltem egyet aztán, de úgy voltam, akkor hát inkább így marad. De aztán meglátjuk, majd az is majd egyszer előfordul. Most az abban ilyenkor, most hazaérek este, kibaszott le vagyok izzadva, oké, én megfürdök. És az abban, hogy meg is mosom ilyenkor a hajamat, meg én mindent elintézek ilyenkor, hogy ne ilyen izzadt gecisen ügyek lesz rívelni. És olyankor most így össze-vissza áll most ilyenkor a hajam, azt ilyenkor nincs kellem nekem most így szarakodni vele. Fogok fel, beveszek egy sapkát és kész. Ennyi egyébként. És szevasz Gergő egyébként. Bocs, hogy egészen mostanáig nem köszöntöttelek téged, de most már itt vagyok. Úgyhogy szevasz. Üdvözöllek téged is. És próbáltam házi klímát csinálni, de már rég jól volt és fogyasztott vizes üveg a ventilátor előtt. Fogyasztott vizes üveg, az igen. Mi az Isten? Mi az Isten? Nem, micsoda a kis megoldás egyébként. Nem is a rossz. Nem is a rossz megoldás. Szóval Gergő, hallottam a történetében, hogy végignézte a Dragon Ball Superet, nevezetű sorozatot. Úgyhogy most már nincs más hátra, mint hogy a manga olvasása, de előtte, amit a mangát elkezdő az ember olvasni, nagyon fontos, hogy megnézze ezeket a csodálatos filmeket, jó kis Broly filmet, a legjobb film, a legjobb Dragon Ball film, esküszöm egyébként. Ezek is jókhoz zárták le faszon pont, mikor kurva jól kezdett lenni. Hát szó szerint, hát gyakorlatilag az utolsó rész az vitt mindent egyébként, ott mind feltettek mindent egy lapra. Sőt, kb. Az utolsó 10 rész az olyan volt, hogy is, megnyíltad konkrétan, mind a 10 ujjadat konkrétan, szó szerint. Mostan észre annyi, miért jönne már egy kis fagy összességében magam, összedni magam talán. Hát lehet egyébként, mert őszintén szóval nem is ugye ez a helyzet igazából. Főleg ilyenkor napközben. Konkrétan még akarnám nézni a izét, a Mushoku Tenseinek az újabb évadját, a újabb részeit, baszki, és olyan dögmeleg van, olyan rohadt kurva pusztulat van egyszerűen, hogy napközben egyszerűen nincs
nincs erőm nincsen baznak, hogy elkezdjem azt a faszom izét. Így izélek, így vagyok, próbálom túlélni konkrétan a délelőttet. Miatt még mennék dolgozni, és nincs erőm baznak, még semmihez nincs erőm baszki. Ezért van ki a faszom ezzel a kóra meleggel. Ezért nem tudok edzeni sem, bazd meg. Ezért nem tudok edzeni sem menni, mert edzeni is faszom fog ilyen dögbenekbe, keci. Mi a kollégám is mondta, hogy izé, ő is szívesen látna, hogy edzenék ott nála. Hát tök jó, csak ott meg aztán meg békül, annyi klíma sincs az edzőtermekbe. Ez az árk olyan fasza volt, védekeztek valamit a mellé karakterekkel, és voltak momentjeik. Egyébként így van, ez volt a jó benne egyébként, hogy most oké, hogy most gyakorlatilag ebben a sorozatban már 2 darab tornament is volt, ami azért kicsit már nagyon el van használva a tornament kifejezés, mert alapból a Sima Dragon Ball-ban is volt 3 tornament árk is, de meg a Z-be is volt 1, de az meg az is ilyen, az inkább ilyen felvezetés volt igazából, szóval az nem nevezhető tényleges annak. De oké, de azért volt jó ez a tornament, mert tényleg tényleg a momenteket, pillanatokat adott bizonyos mellékkaratereknek, tényleg Gohannak, Piccolónak is voltak pillanatok, Master Roshinak, az zseniális teknősnek, Krillinnek is volt jó jelenete, amiért a kurva rég nem volt ilyen, de Z elején, Z közepén voltak jó pillanatok, hát a zseniális teknősnek, a Master Roshinak, hát a Sima Dragon Ball-ban voltak jó pillanatai, voltak nagyon jó momentei, a Sima régi Dragon Ball-ban, baszki. Tenshinhan-nak, a Tintiennek is, az ő is jó volt, ő talán egy kicsit kevésbé kapott egyébként. Kicsit kevésbé kaptak jó pontokat, de egyébként igazából az is, ő is jó volt. Na, az összes karakter jó volt igazából, meg az androidok is, Android 17-18, és ők is jók voltak. Klónjaival lerántott egyet, az baszad volt. Ja igen. Hát ő is legalább feláldozta magát, de legalább egy ember ki tudott ejteni. És egyébként ez az, ami nagyon érdekes, ha téged érdekel egyébként olyannyira ez a Dragon Ball Super, csak úgy említem neked, hogy ugye tisztában vagyunk azzal, meg tudjuk azt, hogy meg ez tényleg beleívódott a retinánkba, hogy a animéknek, mondjuk a manga és az anime az kb. Ettől az egyben majdnem ugyanazok szoktak lenni, általában az anime szokott mindig így előfordul, hogy változik, előfordul, hogy átír dolgokat, meg stb. És nem pont úgy oldja meg. Itt a Dragon Ball Superbe, itt teljes egészében más a manga, mint az anime egyébként. Konkrétan csomó történe, és teljesen más, hogy történik. Itt most például a tornamentárban is, itt teljesen más momentjeik vannak a karaktereknek egyébként, Gohannak is teljesen más momentje van, teljesen más pillanatban esik ki, teljesen más pillanatban esnek ki a karakterek, teljesen más az egész. Ott az Ultra Instinct is teljesen más, hogy van, és még a Zamasu árk, a Black Goku árk is tök más. Teljesen más egyébként. Ott a befejezés is teljesen más. Azért érdekes egyébként ez, mert hogy a Meg az azelőttiek is teljesen mások, szóval, de azért is van ez, mert a manga az később kezdődött el, mint az anime egyébként, nem azt mondom, hogy később, kb. Majdnem azonosan kezdtek el, egy picivel később kezdtek el, az anime előbb kezdődött el, és akkor még nem is volt manga, szóval valamit nem tudom, úgy utólag döntöttek, úgyhogy hát ebből lehet, hogy kéne mangát is csinálni, vagy nem tudom ezt, mert csak anime legyen, és akkor ugye, ezért volt az, hogy amikor az animében véget érte a tournament árk, és akkor 2008-ban becsuktak a kapuit az anime, akkor utána a mangánál hol jártunk kb. Még a Zamasu árknál, a Black Goku árknál jártunk, talán még el se kezdődött a tournament a mangába. Ez a durva. És ezért hagyták abba, ugye, hogy beírja a manga a cuccot. Csak ugye már nem, hogy beérte, már elment 2 árka, vagy a 3-mal. Hát ezért kéne rohadtul folytatni már. Andalit, hogy vélemény azok, mi mindig a kedvenceim az első soriból a tornamentek. Egyébként azok voltak egyik legjobbak egyébként. Most nyilván a Sima Dragon Ball-ban azért nem voltak olyan erőteljesen durva történetek. Ott inkább a tornamentekre voltak kiegyezve a cuccok, meg azért a pikolós
szálak is jók voltak. Az a, konkrétan mind a kettő onnan indult el. A második tornament is a King Piccolo-s árknak a felvezetése volt, azt hiszem, igen. És a harmadik is a Piccolo Junior, a jelenleg is jól ismert Piccolo-nak a szálát vette, hát úgymond indította el. Akkor újra kell olvassam. Majd magyarázd meg. Szóval azért volt, hogy Boo volt az elején az intróban, utána meg Frieza, mert Boo benne van a mangában, és úgy nem az igazi. Hát, ezt most nem tudom egyébként, most az a baj, most én nem emlékszek. Én konkrétan nem olvastam újra el a mangát, hanem csak hogy belenézegettem, hogy milyen változtatások vannak benne, de rengeteget én általában, ott is úgy csináltam, hogy ott a tornament után vettem fel a fonalat, és a Moro árkot kezdtem el olvasni, szóval nem kezdtem el az elejétől, úgyhogy nem teljesen tudom. De Goku látszik az árk elején, hogy örökölte Goku szívbetegségét, na abból semmi nem ment, ahogy tapasztaltam. Hú, bazzeg. Örökölte. Hú, bazzeg, nem is emlékszem már erre. Én nem is emlékszem most így hirtelnyében erre. Örökölte Gokunak a szívbetegségét. Hát szerintem a izé... Szerintem ezt úgy, ahogy van, ezt így elengedték. Szerintem ezt nem is magyarázták el. Most nem tudom, ugye mangába elmagyarázták-e egyébként. Viszont a jelenből, a jövőbe és össze... Ja... Ja igen. Ja igen, valami rémlik, ja. Az olyan kurva rég láttam már. CVS kapta a kezét, igen, az kurva rég láttam. 17-18-ban láttam utoljára, a Dragon Ball Supert kurva rég volt. Azt sem megmondja, ez a miért volt kék Trunks haja, mikor az lila alapból. Hát azt nem tudom, az csak ami a dizájni döntés szerintem, csak az nem tudom, hogy ez mi miatt változott meg a színe, hajszíne. Az, hogy Goku öltözéke mangában ugyanaz, mint a búszak a végén, míg az animében más. Ja, az lehet. Ja, igen. Ja, igen. És nehezen pináltam a meleget. Hát, az biztos. Hát, lehet, hogy a meleg miatt azért esett össze ő is lehet egyébként. Tehát, mi szívrohamokba kapott, bazzeg. Jó kérdés egyébként. Most hirtelen nem teszem, de szerintem azt nem magyarázták el, de lehetséges, hogy az lehet az oka. Ott is szerintem, lehet, hogy volt valami magyarázat, csak most nem jut eszembe, de... Nem az volt, hogy... Nem. Ugye most fogta, és az Amasu konkrétan, hogy átvette a Gokunak az alakját, mert megölte a múltbeli Gokut, meg jövőbeli Gokut, meg már tökéletes, ugye már az, hogy nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt az indok egyébként, hogy most ezt tette. Az egyébként nem emlékszem. Én már semmi nem emlékszem. Jó, nem azt, hogy semmi nem emlékszem, de hogy már azért a sok ilyen kisebb részletre nem emlékszek máshol a animéből. Ez a baj. Pedig azt hiszem, abból lesz valami. Jaha. De amit úgy emlékszem, mintha lett volna valami elmagyarázás, egy kis elejtett kis aprócsak, kis picike morzsácska, de lehet, hogy nem. Állandóan mémként térnálom vissza azt, hogy nem magyarázta, hogy mi lett Muzan alibi családjával. Muzan alibi családjával? Melyik alibi családjával? Hát az alibi család. Alibi család... Megdöglöttek valószínűleg. Hát fazd meg. Megdöglötte, vörös köcsög. Ez lesz majd holnap. Kristófnak is örüljön. Holnap befejezzük ezt is. Ezt is legalább letesszük, pont teszünk az év vége, de most előtte is egy kis torma egyezés. Egy kis torma egy... Érezzük a törődéseket. Hát szevasz, imócska, bácska, bácskiskun megyei, jött a Xenoverse. Egyébként az is itt van.
A sajtos verz. Sajtos verziusz. Imócska bácska, bácskiskó megyei imócska. Hát mi a fasz? Egyszer majd az jó kis Zenovel se lenne rossz egyébként. Jó kis Rossonér is. Az a baj most, hogy ugye a mai nap, meg még a holnapi nap az biztos, hogy tudok streamet csinálni, viszont a csütörtök meg a péntek már necces helyzet lesz, mert most megint el kell vigyem, lehet, hogy szervizeltetni nagy valószínűséggel a hét vége fele. És hát én megint nem leszek itthon, mert megint a utazás céljából megint átmegyek a rokonokhoz. Jó kérdés. Nagyon jó, egy kis xenomorf is jó lenne. Hát azt meghiszem. Meghiszem, hogy örülnék egy xenomorfnak. Xenomorphius. Add is lesz egyszer, add is itt van. Morphius. Az majd izékor. Az majd Halloweenkor. Halloween idejébe. Akkor a időzítsük. Ugye a múltkori alkalommal megcsináltuk a sprint versenyt, és akkor most már megvan minden. Már csak konkrétan a verseny van hátra ebből a kínai nagydíjból. Made in China-i nagydíj. Difficultyban expert nehézség, 86-os nehézségen vagyunk. Nagyon jó. Immersive, minden increased, fel van növel, vagy az 35%-os verseny, 20 kör, mindenre készen áll. Bevetésre. Ja, muszáj lesz nekünk visszajöjjünk most, paszki, mert lemaradtunk most nagyon nagy izé Felsteppenről, meg Norrisról is, mert ugye a japán nagydíjomban azért nulláztunk. 14. helyre értünk csak be, ami botrányos teljesítmény számunkra. Fernando Alonso lohol mögöttünk. Leclerc csapattársunk eddig 5. helyezett, ott van a konkrétan, legalább biztos top 5-ben mindig ott volt. Hogy veszük, hogy legalább konzisztens, nem mint én, aki bazeg 0-0-áztam a japán nagydíjon. Na de mindegy, valakinek ezt is kell néha. Mondjuk most már mindegy igazából, most már a... Mit csinálunk, most már a Kristóf most már úgyis lassacskán szerintem most ezen a, ebben az időszakban el kell búcsúznunk a Kristóftól, mert nem valószínű, hogy mostán most gyakran lesz nálunk is streameken. Ugye most el van foglalva jobb kézzel, jobb kéz szabálya, meg a anime nézésekkel, főleg most egy One Piece-t elkezdte, hát ezt meg darálnia kell ezerrel. Emiatt nem tud gyakran itt lenni már sajnos. Mostanában már a Gergőnek a színében sem nem szokott, mert most jó ott lenni, most nem is mostanában nem volt ott, de... A Gergőnél még esetleg ott lehet, és azért is, mert a moderátor. Hát, szerintem Penfield, szerintem én biztos, amilyen nagy lelkesedést látok most a Kristóf szemében, én biztosra veszem. Én biztosra tudom mondani, hogy előbb fogja befejezni, mint egyébként. Előbb fogja befejezni. Lando Norris az izé a pole pozíciós. És Sergio Perez lett a második helyezett. Hát mi lett Max Verstappennel? Fernando Alonso, Oscar Piastri, harmadik és negyedik helyen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Gasly, és itt van Chris Matthew. Kilencedik helyről fog rajtani Magnussen és Verstappen, aki egy valószínűséggel büntetés kaphatott, mert én tizedik helyről rajtoltam. Büntetés kapott valószínűleg Max Verstappen, 10 helyes rajtbüntetést, és emiatt volt az, hogy első pozícióról a 11. pozícióra visszazuhant. Hát én most izgalmasabb leszek kicsit a előre menetel, mert közvetlenül mögöttem lesz a kis Verstappenecske. Ó, nem volt elég jó a versenyem, tehát tudom én is, nem kell mondani. Ez a 9 per 11, jó az az. Egy kicsit korábban fogunk kimenni, azt mondom, kicsit hamarabb, hogy ne akkor, mikor egy tumultusok lesznek majd, baszki. És akkor mindenki ki akar menni a boxba. Egy kicsit előrébb. De Verstappen ő a kemény keveréke indít. Ő azt csinálja, amit én csináltam a múlt, hogy taktikát váltott. Mondjátok meg, srácok, hogyha izél.
ha hangos lesz a játék, mert kicsit lejjebb veszem, mert múltkor is, amikor én visszanéztem a múltkori streamet, nem volt valami jó, itt hangos volt a játék, nehezen hallatszódtam. Na, majd mondjátok meg, hogy mi a szitu. Na, csak a bemelegítés. Csak a bemelegítés, csak a közepes keverékű abroncsokat fel kell melegítsük, gyerekek. Ha már itt a, most már itt legalább a mai napon, ezen a héten lezárunk két játék franchise-t is, gyakorlatilag a Elden Ring játékot is befejeztük, lezártnak tekintjük a Elden Ringet a DLC-vel együtt mindenestül. Aztán most már Crash Team Racing Nitro Fueled-ot is, hogy a következő streamben én azt mondom befejezzük, már nincs sok hátra belőle. Aztán így már gyakorlatilag, meg akkor meg a izé a Dragon Ball Z-ek akarok kakarotnak a DLC-jából még kettő van, az kettő stream, egy-egy stream, igazából megy kb. Ugyanolyan hosszúak, mint a Bardockos volt. Semmi sem állhat utunkba, srácok, hogy belekezdjünk, belekóstolhassunk a jó kis GTA, GTA franchise-ba. Alig várom már a GTA franchise, gyerekek, remélem ti is várjátok már, hogy amikor Enter Soundtomba becsaphassunk majd. Enter Zsautóba. Persze egyben a kettő csak nagyon csak beleszagolás lesz. Gondolkodok azon, hogy lehet, hogy már izé vasárnap beleszagolnék. Vasárnap így este fele. Nagyon agresszíven melegíti a gumikat. Chris Matthew már üzemmeleg, már 70 fokra felnyomatta a gumikat. Most már ez már egy jó zöld. Zöld elő. Ez számunkra pont megfelel a szisztematikának. Arra, hogy elkezdhessük a futamokat. Hát szevasz Peti! Üdvözöllek téged! Milyen helyzetet, hogy vagy? Az, hogy az hogy jól lebaszta azt a kanyar. És szerencse, hogy izé felvezető körben voltunk még, ugyebár. Nem is kérdeztem most, ugye nem is kérdeztem az imót, amikor most itt volt. Jajaj, itt ide kell lefordulni tényleg. Ugye most... Most jött haza az imó egyébként? Ma? Vagy ma még... Vagy ma még nálad van, Peti. Hogy holnap indul, vagy ma indult el. Ma jött haza, igen. Oh. És elindulnak, most megkezdődik a idei kínai nagydíj. Hát nem mert anya tökéletes a rajt, de azért próbálkozunk a előre törni. Külső ívről próbálunk eredményesek lenni. De még így is jó lehet. Azt a micsoda kívülről csúsztatás. Azt figyeld. És micsoda előrehozás. Mi volt az? Micsoda rajt volt? Hát vissza kell nézni. Itt volt? Itt van. Azt mondja, itt volt? Itt van. Itt volt a nagy imócska bácska. Bácska és kunos. Szóval most már itthon van akkor. Otthon van már akkor nagy imócska. Ezt figyeljétek, hát így kell rajtolni. Külső évről mindenkit körbeautózunk, a két Mercedes mellett egyszerre megyünk el, és a 9. helyre rajtolva a 6. helyre feljön. A 6. helyre feljön Chris Matthew, hihetetlen teljesítmény nyújt. Micsoda elfékezés Fernando Alonso-tól. Úristen, nem volt ez akkora fékezés. Nemrég értél haza. Na szuper. Akkor holnap már visszatérnek a jó kis imó streamek. Én most már csak rajtatok a világszeme. Én lezártnak tekintem az Elden Ringet. Befejeztem az Elden Ring DLC-t is most már. Már csak nektek. Már csak az a kérdés, hogy ki lesz a második, aki lezárt, aki lezárja az Elden Ring pályafutást. Ki fog vajon előbb a végéhez érni? Imócska vagy a Gergőcske? Ez itt a kérdés. Van az a 11 órákra dolgozott 4 napon keresztül. Azt a kurva halad. Az izgise hangzik. Micsoda tumultus kezdődik, és Sergio Perez most kihasználja az alkalmat, hogy nincs ott csapattársa Max Verstappen. Most ki kell használni ezeket, mert ha Max Verstappen ott van, akkor esélye nincs a Sergio Pereznek. És most ott van, és most Perez és támadja is neki keményen Norris, de Lando Norris tartja és megtartotta az első helyet.
Charles Leclerc is ott van most a harmadik helyen, ami az szintén egész kecsegtető egy pozíció, ebből is bármi lehet. Egyből izgalmasabb a verseny, most nincs ott Max Verstappen az élen, és külső ívről próbálja megelőzni Fernando Alonso-t, mert is kicsit kisodrítja az ívről, nem tudott megfelelően kiolvasítani, és micsoda berobbanás volt ez, elképesztő, és majdnem Piastrit is megelőzte meg közben. Nem, de szerintem csak Alonso így is meglett. Alonso meglett, már az ötödik helyen Matthew hihetetlen teljesítmény nyújt eddig. Jól emlékszem, kínai nagydíj sprint futamán is egy második helyezést el tudott csípni pont Verstappen mögött, ha jól emlékszem. Már kapásban egy jó előkelő 7 pontot már be tudott zsebelni. Ha már ott a japán nagydíjon nullázni kényszerű szerencsétlen. Nem baj, téged így is sokat hallom. Hangos a gél. Előbb a Gergő fog végére érni. Azt mondod, hangos játék hozzád képest. Na jó, jó tudni. Tehát ezért mondom egyébként az embereknek, hogy mondják, de hát nem mondják. Legalább itt van a Peti, meg az Imó, ők legalább megmondják. Hát köszönöm szépen, most kicsit lejjebb vettem. Meg izéveje. Ezt teszek kicsit magamon is egy kicsit. Megnézzük így, hogy mit nyerünk ezzel. A tematikával. Ó, már mert a DNS. Hát a DNS zone. Ó, és te miért, mi volt ez a sárga? Ami sárga izé zászlót mutattak egy pillanatra. Jaj, mögöttünk valaki megállt. Valaki lelassult. De ki lehetett az? És úristen, és Charles Leclerc megelőzte Sergio Perez. Hát nemhogy Sergio Perez előrébb türem kellene, előrébb evisz kellene, de hát nem. Hátra esik folyamatosan, és közben meg Matthew hirtelen a semmiből bejön, és megelőzi Oscar Piastrit, hihetetlen, és bejön a negyedik helyre. A két Ferrari menetel előre, második és negyedik helyen vannak. Hihetetlen, hogy mi segítünk, ha már a modik a díszek vannak. Hát látod, ez a baj. Hozzám, hogy csak feljárnak a modik. Nézd meg. Csak feljárnak. Mint a Hector teszi a Duranda megyébe. Azonban csak feljárt a Hector. Köszönöm szépen, srácok. Igazi angyalkák vagytok mindannyian. Te is jól, meg te is, Peti. Hogy segítetek nekem a rossz időkbe is. Amikor viharos időkben is segítetek. Igaz, hogy most nincs vihar, mondjuk lehetne, de mondjuk a nap közepén volt egyébként. Kora délután volt egy kis vihar. Mondjuk az nem volt olyan hatalmas vihar, bazdmeg, az kb. Egy izé volt egy ilyen 20 perces. Ott a DRS, használhatja a DRS, és Charles Leclerc már. Mi? Mechanical problem? Kire mondta? Nem figyeltem. Perezre mondta. És Leclerc közben meg már Norriszt előzi meg, és Leclerc az élen. Hihetetlen. Ez egész egyszerűen elképesztő. Hihetetlen, és még ez a szerencséje Pereznek, ami pont DRS zónán belül volt, semmi tudta kivédeni Matthew támadásait. Az élen. Nem létező éveket használ, teljesen más éveket használ. Hát mert kemény keveréken van a Perez. Kemény keveréken van, és emiatt Matthew jobban tud kigyorsítani, és jobban tapad a gumi. Azt figyeld, micsoda kigyorsítás a semmiből. Megy megint vissza egyikről. Mit csinál? Mi volt ez? Hát láttátok? Hát kilökött. 50 euró lesz már. Oké. Megpróbálkozok vele. Nézd meg! Most ugye... Most megsértett az automat, hogy mi volt az a izé? Nézd meg! Hát nem hagyott nekem helyet. Hát ekkor egy kutyát hallott-e. Meg kell várjam, még valaki donétel, aztán meg lesz 50 dollár, euró. Ez úgy néz ki, hogy bassza meg! Jó, ezt elizélem. Elbasztam itt.
Szóval szerencsétlen Perez jajveszékelő sem, hogy nagyon-nagyon védte azt a harmadik helyét. Elképesztően támadta Matthew, elképesztően támadta, de végül Perez hát egy kicsit agresszívebb vélemény cserével, de sikerült letaszítsa magáról Chris Matthew, de hát most viszont nincsen DRS távolságon belül. Most hát Fernando Alonso van ott közvetlen közel, ami nagy baj lehet számára. De sikerül kivédenie. Ugye most Perez még mindig használta a DRS-t. Ez az ő mencsvára egyébként. Máskülönben esélye nem lenne. Egy másodpercen kívül éppen hogy. És pont nincs meg. Mondjuk ez szarabb lesz, hogyha esetleg majd izéje, most hogy kemény keveréken vannak. Mondjuk Leclerc az meg izéje. Leclerc az meg közepes keveréken van. Ezért tudta valószínűleg megelőzni Perezt is és Norrist is. És Perez hogy visszajött egyébként Norrisékra. Hihetetlen. Viszont nem kell sokat várni, egy kört kellett várni ahhoz, hogy Matthew is visszatérjen egy másodpercen belülre Perezhez, és ami azt jelenti, hogy megint használhatja majd a DRS. A Ferrari fiatal tehetsége, aki 4 futammal a háta mögött ott van a harmadik pozícióban a tabellán a pontversenyben, elképesztő tehetségnek van megáldva. Ekkor a tehetséget senki nem látott még bazdmeg. Ott van és mehet, és egyből a DRS zóna mehet, csak hát Perez is használhatja majd. Valami kamionos játékot akartam a letöltőnek, Jóskán reakciózták. Óha. Az igen, valaki le is fékezte, kicsit túlságosan túlfékezte magát. Most Leclerc nagyon közel, de nem Leclerc, hanem mehet, nagyon közel került. Hát az a baj, az a kamionos, az a gond, hogy az inkább akkor jó, mondom, hogy Euro Truck Simulatorra gondolsz, hogy nem tudom melyikre. Leggyorsabb kör közben meg Matthew-é, hihetetlen. Az a gond, hogy az inkább az ilyen az a játékot a legélvezetesebben kormánnyal érdemes játszani, akkor adja vissza a teljes valóját. És hihetetlen tolja le a pályára továbbra is Perezt. Uff! Mi volt az, bassza meg, és micsoda lélekjelenlét volt ez, hát micsoda lélekjelenlét volt, hát Matthew is, hát konkrétan egy hajszál válaszott el attól, hogy belerongyoljon konkrétan, és abban a pillanatban, hát mi volt ez? Hát ez egy hajszálhia volt, és konkrétan most itt elfékezte, annyira sietett, elfékezte Perez. Hát konkrétan majdnem az történt, hogy ezért fogtam, azt belerongyoltam hátulról, és hát konkrétan majdnem megsült az autó, de szerencsénk volt, hatalmas szerencséje volt Matthewnek, hogy nem történt megint ugyanaz meg, mint 2 héttel ezelőtt Japánban, ugyebár, amikor szintúgy megsebesítette az első szárnyát, és ennek tudatában sajnos búcsút kellett vonjon, hát ennek tudatában, ennek köszönhetően nem tudott pontszerző helyig elmenni, pedig így is küzdött keményen, mert pont ezek a szájncsere miatt rengeteg időt vesztett, és emiatt nem tudott megfelelően teljesíteni. Ennek köszönhetően most, hogy Perez elhibázta megint, és így most Matthew van már a harmadik helyen, ott van a harmadik helyen, és Perez leszólt, kiszorult a dobogó legalsó fokáról is. És ha mindegy, 1000 éve Matthewnak volt ilyen kormányok, még a Need for Speed-eket is azért. Ja, szóval van ilyen kormányotok konkrétan. Aha. Hát úgy mondjuk azért tényleg fasza lett volna a játék egyébként, mert tök hangulatos kis játék az a kamionos Euro Truck Simulator, csak hát egy hosszadalmas, ilyen nagyon chilles játék egyébként. Ilyen szó szerint ilyen vezető szimulátor. Nem itt is a streamer barát játék, de
Mondjuk mi sokan még is szokták egyébként streamelni. Hatalmas a küzdelem az élen. Kérdés az, hogy Leclercnek meg lehet-e idei első futam győzelme, avagy Piastri számára is megtörténhet. Most nézem egyébként, hogy mi lett Norrisszal. Hát Norris az élen volt. Hát hogy került a 8. helyre? Most nézem, bazd. Nem is figyeltem. Norris boldasztóan pocsékú rajtolt. Hát most ez egyébként a hátul jövőtnek nagyon jó, most kedvező, mert Verstappen van az ugye a ponttáblázat élén. Norris a második a pontversenyben, és most ők ott vannak a 8. és 10. helyen, úgyhogy most Leclercnek, Piastrinek, Pereznek, Alonsonnak, Matthewnek, most ők még itt a lehetőség, hogy most ledolgozzák a hátrányt. Piastrinek sincs győzelme, Leclercnek sincs győzelme, Pereznek se, Alonsonnak se. Matthewnek már van egy győzelme Ausztráliában. Norrisnak is van egy győzelme Bahreinben, és Verstappennek is Japánban volt egy győzelme. Mind a három futamon más-más futamgyőztes volt. Eddig elég kimagaslóan izgalmas a verseny és az egész szezon. És micsoda befordulás! Micsoda! Mi volt ez? El se tudja miért az a kormány. Elképesztő küzdelmek, és itt a végén még Leclerc is behúzódott, hogy ne tornádó szinten, rakéta szinten megérkezzen Norris, de ez a kis teszetoszásságnak köszönhetően meg Matthew volt az, aki beeviszkérdött és betolta az autót, betolta a segít az autónak, és ott van a második helyen, Matthew, hihetetlen, a két Ferrari az élen, a két Ferrari! Ferrari 1-2, kérem szépen, hölgyeim és uraim, hát mi történik még itt? Mi fog még itt történni? Hihetetlen. Itt nagy dolgok történhetnek. Nagy dolgok. A Ferrari ezzel hatalmas dolgot, hatalmas tettet vihet véghez. Nagy tetteket vihetnek véghez, ahogyan Harry Potter is tette annak idején. Meg akire nem nevezünk nevén, Voldemort is. Nagy tetteket vitt véghez. Igaz, hogy borzalmas és rémes. Nagy tetteket! Én nem tudom, de szerintem én most a csapatmunka érdekében, hogy legyen meg a kettős győzelem. Én nem bízok Leclercben, úgyhogy én azt csinálom, hogy annak érdekében, hogy biztosan meglegyen a győzelem, a kettős győzelem. Most próbálok így ilyen távolságot tartani, és így valamennyire feltartani őket, hogy azért, hogy egy kicsit el tudjon nyúlni. Mondjuk ez kicsit nem a legjobb, mondjuk nekem, mert én most meg kimentem egy másodpercen kívülre, ugye? Ajaj. De még így is DS-et kívül is képes. Képes Matthew tartani, nem tud Piastri oda kerülni hozzá. Ugye már most már megy be a boxba Matthew közbe, és közben Leclercnek köszönhetően most így határozásnak köszönhetően ő jött ki a legjobban, mert most ő DRS távolságon kívül van. Így sikerült elnyúlni a többiektől. És Matthew az első, aki megkezdi a kerékcseréket. Nagyon szép kiállás, 2,5 másodperc, tökéletes kiállás. Kemény keverékekre váltott a fiatal tehetség. Ahhoz, hogy bekapcsolja a modulokat. 18. pozícióra ér vissza. Igazából teljesen mindegy, mert előtte 10 másodperccel van a Sergeant, a parancsnok. És Bottas nyugodtan légüres térben autózhat Chris Matthew, úgyhogy ez számára még kedvező is lehet. Most elméletben, hogy minden igaz, akkor most Leclercnek ebben a körben kéne kijönnie szintúgy.
És akkor, hogyha minden igaz, akkor a többieknek még jóval később, mert ők kemény keveréken vannak, úgyhogy ők legalább egy ilyen 11-12. Körig el fogják vinni a kicsi kocsit, el fogják nyúzni a gumikat, és akkor utána mennek ki kerékcseire, de szerintem azért lesz az jó egyébként, mert addigra már mi ketten a két Ferrari, és akkor szépen elnyúlunk addigra. Így van. Charles Leclerc a boxban. Csak kérdés, hogy nem lesz esetleg valaki, aki mondjuk feltartja itt közben a boxba esetleg, hogyha már mondjuk látom, hogy valaki más is bement a boxba. Minden rendben? Hol vagy? What? Jó, ott van. Már jön kifele. Meg kell nézzem. Látom, hogy most már nyomta nagy boxkiásokat. Ahogy néz ki, hogy nem volt megakadás. Nem állított őt meg senki. Goal completed. És ott megy Leclerc. És Matthew nem tudta megelőzni Leclerc-et. Maradt ott Leclerc mögött. És Hamilton volt a másik, aki szintúgy kiment. Ugye ő is közepes keveréken autózott. Két Ferrari nagyon szépen teljesítenek, eddig csodálatosan hozzák a kötelezőt, amit eddig kellett. Eddig Leclerc nem tudott eddig annyira tündökölni és csillogni, csak úgy, mint Matthew csapattársa. Okay, mennyi új target eddel. Eddig mind a három versenyen ötödik helyezést ért el. Ötödik és ötödik pozíciót ért el mind a három futamon. Szóval igaz, hogy top 5-ben volt, és úgymond konzisztensen hozta a 10-10 pontokat, de eddig anya nem tudott kitűnni a tömegből. Kisebb-nagyobb problémáknak köszönhetően volt amelyik a önön hibájából, volt, amit nem az ő hibájából, hanem más egyéb botrányos helyzeteknek köszönhetően. De most! Itt a lehetősége Leclercnek, hogy behozza az autót az első pozícióra, és végre valahol meg lehessen nem csak az első dobogója ebben a szezonban, hanem az első győzelme, az első futamgyőzelme is. És ott látszik, hogy mennek ki az emberek, de hát egyébként látszik, hogy nem mindenki ment ugye ki. Alonso volt, aki kiment, de őt már megelőzte Hamilton egyébként. Már ő Hamiltonhoz képest is sokat vesztett, meg Russell is. Gyakorlatilag mindenki. Ahogy látom konkrétan Verstappen megelőzte a boxkiállásokban Norris-t. Norris vesztett a legtöbbet. Verstappen viszonylag még nyert is valamennyi pár pozíciót ezzel. Pont versenyben a másik riválisával, a Norris-szal szemben most így előnyösebb pozícióban vághat neki. A mezőny az etapnak a további szakaszában, a második etapba. És kérdés az, hogy a többiek, Perez, Piastri, ők például mit tudnak elérni ezzel. Ők ugye egymással vannak ugye elfoglalva alapból is, már csak azzal is soha sok időt veszítenek. Soha sok időt veszítenek, és akkor aztán még így két Ferrari meg szépen egymásról nem zavartatva éppen futják a jobb-nagyobb köröket, és ők meg alapból is már sokkal kopottabb gumikkal nyomatják az igát, úgyhogy így sokkal nehezebb dolguk lesz, és lehetséges, hogy még végén Hamilton is meg fogja őket előzni, Hamilton mögé fognak visszaesni a végén. Ja, most Alonso, oké, most ők közepes keveréken fognak majd jönni, úgyhogy szépen lassan vissza fognak majd így eviszkélődni, visszaegerészik magukat majd. És igen, ahogy jól gondoltuk, Piastri és Perez is, sőt, Perez nagyon sok időt vesztett. Perez rengeteg időt vesztett, és Oscar Piastri még pont visszatudott jönni Hamilton elé, és ugye közben meg Alonso is ott van, és meg már ő is itt támadja konkrétan.
leszal a hangja van a Aston Martinnak, és közben meg Alonso is előzi már Lewis Hamiltont, úgyhogy hát igen, jaj, nem figyeltem közben, úgyhogy egy közepes keveréken fognak jönni, közepes keverékről meg fognak érkezni, és oké, most egy kicsit így vesztettek egy némi időt, de inkább Perez. Perez sokat vesztett, de Piastri kb. Semmit, úgyhogy a Piastri az nagyon jól csinálta, meg ugye ezt ki Alonso is, úgyhogy igazából bármi kisülhet még ebből, látszik, hogy Gasly még nem mentnék ki a boxba, viszont ugye a másik még összejöhet még igazából az, hogy egy jobb pozíciót még el tud csípni, de a felrejések számára így bizony bajba lehetnek, mert ugye most kemény keveréken vannak, és ők most ez kisebb, ez gyengébb abroncs, úgyhogy ennek köszönhetően így a végére így visszaeshet a teljesítményük, meg a tempójuk, és így Piastri így visszajöhet, és hatalmas csata bontakozódhat ki a végén. Nem akarsz kommentáltanak menni? Sokan mondták már. Hát jó lenne, hogyha felvennének. Ezt így izé néznék, megmutatnám ezt a streamet egyébként, és akkor hátra mondanák, hogy felvennének esetleg a Mundell Takács Gábor, meg a Hajdubi István mellé, meg ilyeneket. Oké, hogy ők focit kommentálnak, de akkor is. És Gasly most ki is ment a boxba, úgyhogy most már teljes mértékben úgy állnak, ahogyan kell állni, és Max Verstappen a leggyorsabb kört autózza, hoppá! Alonso után ebből Max Verstappen a következő. El kell kezdeni hevesen tempózni, nagyobb tempót kell kiautózni ők, és jobban bele kell húzzanak a felállások, mert Piastri bármikor megérkezhet. Piastri elképesztően támadhatja hátulról a felállé seggét. Csak akkor mennék egyébként kommentátornak, hogyha így mellém, így szakkommentátornak, így mellék, ha szakkommentátornak, így te jönnél meg imó egyébként. Te ennél a második szakkommentátor, aki néha így kiigazítja, hogyha valamit elbasztott, meg ilyesmi. Ezért arra vannak a szakkommentátorok. Mit hoz hozzá imó? Megfelelne? Örülné neki? Szerintem ez egy soha visszanemtérő alkalom lenne, én azt mondom neked. És ott van Piastri egy másodperc, elképesztő mennyit hozott vissza. Az baszna be, azt mondja. Dehogy nem, örülnéte neki, a legjobb dolog lenne az egész iparba. És akkor beköszönni, napot kívánok, én Wolfsholm vagyok. És mesterségen címere a Souls játékok. Elden Ringben megöltem Malenniát 2-re, 2 try-ra. Radant is megöltem elsőre. Ez volt az én teljesítményem, ez volt az én karrierem. Imó Szolbácsi. És megérkezett Piastri és Alonso is. Ez azt jelenti, hogy ez a kör végén támadni fogják majd a felállásokat, és még csak a 14. körnél járunk. Hát még van még 6 kör. És az a baj, hogyha most azt akarják, hogy a felállások egy kettős győzelmet arathassanak, hát bizony ahhoz egyiknek fel kell tartaniuk a másikat, és össze kell dolgozniuk. Nem menekült ez egyik a másik elől. Nagyon fontos egyébként. Így volt ez. Azt mondom, hogy igen. De kedves Imó, ez nagyon fontos egyébként, ezt így el. Ezt így elintézhetni egyébként. Miért a legjobb páros egyébként? Ezt itt mindig elcseszem egyébként, ezt mindig elcseszem, mindig elrontom. Nagyon rosszul gyorsítok ki ilyenkor, és látszik, hogy mindenki gyorsabban, jobban gyorsít ki, mint én. És megérkezik Piastri meg Alonso is már a végére. Megérkeznek a DRS használva. Egyelőre sikerül védeni a tempót, és közben Perez már Hamiltont is megelőzte. Igen, Hamilton hiába most megissza a levét keményen most ennek. Az első átkozott várományos.
és Piastri már támadja elképesztő tempóval. De egyelőre védi. 15 kör, hát még rengeteg kör van még hátra, nagyon sok kör. Még abban lehet bízni esetleg, hogy a utolsó körökben egy kicsit már elkophatnak, esetleg a közepes keverékek, aztán akkor már addigra már nem lesz akkora különbség a keverékek között. De most jelenleg friss, közepes keveréken egyértelműen sokkal gyorsabb, akár most olyan, mint Leclerc volt, meg Matthew volt, ők is átrálták magukat a mezőnyön közepes keverékkel. Most ugye ezt most meg kell tartaniuk, de most itt szépen a fekete leves is visszanyalt a fagyi most keményen, úgyhogy keményen bele kell húzni. Keverék! Hát megérkezett a nagy Kristóf, hogy beszarok hallok. Még már azt hittem, hogy a Kristófot meg már most temetnünk kell, mert már nem tudjuk látni szerencsétlen, mert már sok idejét leveszi már a nagy animézések, a nagy One Piece-ezések, meg a jobb kezezések, kedves bárányolások. Képzeld el, kedves Kristóf, holnap folytatjuk a Crash Team Racinget. Akartam neked említeni egyébként. Az a baj, hogy még a holnapi nap az még biztos, hogy tudok streamelni így későn, de most ütöltök meg a pénteki nap, az már kicsit kérdéses lesz, hogy egyébként ezt sikerül-e lehozni. Majd holnap kell darálni. Majd holnap? Ja, ma nem daráltad? Ma nem daráltad a nagy izéket? Jaaa! Elképesztő a 16. kör. Még 4 kör van hátra. Néztem, hogy Ice Speed itt volt Magyarországon. Te mit tényleg? What? Mondjuk egy pillanat, hogy egyébként néztem egy izét. Néztem egy ilyen gyorsított, ilyen, hogy is mondjam, ilyen... Csak videót, legalábbis a... Feldobta nekem a YouTube egyből azt a videót. Ice Speed X, befekszem az ágy alá, mondom, mi a fasz? Vagy én szoktam nézem, befekszem az ágy alá a csatornát, aztán ki a geci, baz, nem tudok így gyorsítani normálisan ezen a körbe, és megint elmaradunk. De még te sikerült, jól sikerült DRS használjak, sikerült DRS használni, megjönnek, sikerült még pont DRS zónán belül hagy maradnia, ugye ő is próbál előre menekülni, és megérkeznek Leclercre, most eddig Leclerc sikeresen tartani tudta egy másodpercen kívül az embereket, szóval most már megérkeztek. Azt nem vágom. Na majd nézed meg. Jó csatorna, kedvenc csatornám egyébként. Kedvenc YouTube csatornám, egyik kedvencem most a Befekszem az ágy alá. Vincs vagyok a Befekszem csatornától. Jöttünk haza Zánkáról vissza a mezőtúra. Megint voltatok Zánkán, bazd meg, hát minden héten mentek Zánkára? Tegyetek jegekkel dúsított hideg vizes lábvizet az asztal alá, egész kellemes. Nem is rossz ötlet, meg vagy még? Szétbaszták a kameráját. Most csak kb. 8 részt. Hát az is jó. Most hol tartasz egyébként, hogy 8 rész, az kurva jó. Ja, mert mintha befejeztem az ágyalát, vágom. Csak azt a videót nem. Ja. Hát ma tette ki ezt a videót. Ilyesmit láttam. De... Felmegyek YouTube-ra, az első lesz szerintem, az első dolog. ISO Speed X befekszem fan találkozó, mi a fal? Szóval most a Egy konkrétan izé meglátogatta a ISO Speed-et, de itt van Magyarországon beszarok. Szóval szétbasztak a kameráját. Tényleg, ne basznál. Jézusom, most nézem, megjött Jack Sparrow, bazd meg. Jack Sparrow. Garantált a felfázás. Mondd, után Zánkára mentem vissza. Ja.
magánzárkára? Magánzárkára ment. Nekem ott van a második hazád egyébként, Zánkán, vagy mi? Vagy Zánkán lakik a jobb kezed, vagy mi a fal? Zánkán lakik a jobb keze, biztos a Kristófnak azért ment oda. Az is kalóz, ugye? Hát az is kalóz, ugye? Adnak kézzel magát a Kristóf, hát ennyi az meg. Jack Sparrow, baszki, istenem. Hat a világ. Most jött nem és szétúrni állok segíj. Az jó, az egy jó rész. Akkor ilyen 40, akárnyadik rész kb. 44. 40. rész környékén van ez az Arlong parkos árk, ez kurva jó. Akkor már megvolt ez a rész, amikor Nami segítségért kiállt, és segítséget kér a Luffyéktól, és akkor mondja, hogy hát ez csak természetes, csak hogy elkiabálja magát, és akkor srácok, menjünk dolgunkban, és az a legjobb rész, legbeteszebb rész. Az első igazán badass moment a One Piece-ben az. Amikor jönnek és sétálnak így négyen, mennek be a Arlong Parkhoz, debasszák az ajtót, és akkor melyikőtök Arlong? Melyikőtök Arlong? Jaj, ne! Lando Norris kiesett! Három körrel a vég előtt Lando Norris autója megáll! Hát mi az Isten? Elképesztő, három körrel a vége előtt. Hát így ezzel már biztos, hogy rengeteg pontot fog veszíteni. A ponttáblázat második helyezettje, így már biztos, hogy nem lesz továbbra is második. El kell búcsúzni a második pozíciójától. Elképesztő küzdelem továbbra is Leclerc, Matthew, Piastri és Alonso között. Most Piastrinak is jó jöhet, megy egyébként ő is egy kicsit visszahoz egy kis pontokat legalább a csapattársához képest. Ezt is túlélték a felállások. Ha csak két kör van hátra, utolsó előtti körhöz érkezünk. Tenni a segítségem. Hasznos volt a némi okozatásom a tudásom. Mindig néztem, hogy melyik megállón vagyok. Arlong? Engem éppenséggel Arlongnak hívnak. Engem éppenséggel pont Arlongnak hívnak. Ki kérdezte? Én vagyok Pauki Di Luffy. Akiből hatalmas kalóz királyságok lesznek, pár. Már meg kell nézni, nem sokan hátra. Kevéssel a vége előtt elaludtál. Te is hát rálad az egészet, mint Ipa. Ja, én kettősebb is lovok. És én mindig csak az 121. résznél toporgok. Hát, 824. résznél, hát... Hát nyomatni kell, kedves Penfi, nyomni kell neki, bazd. Vagy éve, hogy elakadtam itt, tehát nem néztem egy részt. Az mondjuk, nem rossz. Azt már meg kell nézni, nem sokan hátra. Hát még most már, amikor te ott elakadtál és oda jutottál, akkor még egész sok, nem volt még sok rész egyébként. Kb. Ilyen 150 rész maradt volna neked kb. Hátra. Hát most már ilyen 250 rész, nem tudom, most már kb. Annyi van. Na ugye már, ha jól emlékszem, már elértük az 1100. részt már. 1100. részre járunk már, úgyhogy... Úgyhogy már alakul a szisztéma. Gyere kék. Én is 20-ával nézem a részeket. Hát hogy ne, hát az abban úgy nehéz, ha még iskolázol is közben, meg minden csinálsz közben. Az nekem azért volt jó, mert mondom, hát akkor pont úgy volt, hogy két munka között voltam.
Épp akkor hagytam el az előző munkahelyemet, aztán akkor éppen kerestem új munka után, meg aztán pont nyáron volt, amikor te hagytam el előző munkahelyemet, és akkor direkt hagytam egy jó, tehát meghagytam a nyarat. Én akkor a nyarat én kivettem saját magamnak, szóval nem akartam keresni semmit. Én pihenni akartam, és akkor legalább egy 3 hónapon keresztül nem is kerestem munkát direkt. És baszki, elbasztam, Matthew, elbasztam, és nem lett meg a DRS neki, nem lett meg neki a DRS. És közben mi történt Fernando Alonsoval közben? Most nézem. Fernando Alonso közben visszaesett a 5. pozícióra. Perez megelőzte. De hogy? De Verstappen meg már a 6. helyen van, úgyhogy már ő is szépen megy előre. Most már ismét DRS zónában van, úgyhogy most már jó. És utolsó körre járunk, megkezdődött a végső kör. És ugye ott meg az volt, hogy akkor ott meg keresgéltem a munkahelyeket, és akkor ott is helyet adott egy darabig, mire találtam egy normális helyet, ami jó volt, lett volna. Voltak ilyen kisebb állások, azokat gyorsan elhagytam őket. Ott is eltett legalább egy jó pár hónap, mire ténylegesen találtam egy normális munkahelyet. Még nem konkrétan júniustól egészen januárig kellett várjak, míg egy normális munkahelyet találtam. Jó, most nem, mondjuk inkább novemberben már lett egy konkrét munkahelyem, akkor mentem Pennybe dolgozni, mint ilyen központi raktár, mint ilyen raktáros. De másfél hónapot voltam ott, azt ott elmentem, december végén, legvégén, karácsony előtt. Ott felmondtam, mondom, én bazdmeg, én karácsonykor nem fogok dolgozni. Mert én dolgozni kell volna karácsonykor, meg ünnepekkor minden szarkon, biztos, hogy nem. Na, biztos, hogy nem. És akkor... csak volt az, hogy a januárban megtaláltam. Ez 2021-ben volt, ugye? 2021 januárjában találtam meg azt a munkahelyet, ahol még most is dolgozok. És így már ott már több mint 3 éve dolgozok már ott ugyanezen a munkahelyen, úgyhogy ez szerencsére bevált. És véget ért a kínai nagydíj! 2. Ferrari győzelemmel ér véget a futam! 2. Ferrari győzelem! Charles Leclerc és Chris Pacheco 2. Ferrari győzelemben ünnepli a győzelem, a konkrét futamot. Hihetetlen eredményt értek el mind a ketten. Elképesztő. Még fel a győzelem. Here come our winners now, a thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Szóval hát a Ferrari tud még nyerni. Hát hogy ne tudna? A legtöbbet tudja megnyerni. Nem csak hogy nyert, de 2. győzelmet is arattak. 2. diadal, jó kis pesgő fröccsi is megvolt közben. 25-25 pont, gyakorlatilag megegyező pontot kaptunk konkrétan mind a ketten, mert ugye hát Leclerc nullázott a sprint versenyen, míg Matthew második helyen végzett a sprint verseny, és ott 7 pontot kapott, és akkor így 25-25 ponttal végeztek. Utána Perez 18-al, és Verstappen 17-tel zárult, így összességében nézve. Piastri így 16-ot kapott, Alonso 14. Hát így Norris is. Norris mondta, hogy nullázott a sprint versenyen, és nullázott Norris, úgyhogy ez Norrisnak eléggé rosszul jött ki ez a verseny. Na most így állunk, most jelenleg 76 ponttal áll az élen Max Verstappen, és őt követi Chris Matthew 66 ponttal, Norris visszaesett a 3. helyre 58-al továbbra is, és Leclerc 4. helyre feljött 55 ponttal. Alonso 44 pont, Piastri 32-vel feljött 6-ra, Russell 29, Hamilton 20, és Perez is visszajött ezzel egy kicsit, ő is egy picit feljött. És a Ferrari bizony ezzel most így megelőzte a Red Bullt konstruktői táblázatban is. Ez is köszönhető Pereznek, Perez hanyag munkájának, aki gyakorlatilag most kapott 26 pont, most jár 26 pontnál, és
hogy most 18 pontot kapott, szóval eddig gyakorlatilag még 10 pontja se volt. Három futam alatt, ami elég gyér, de hát ezt megszokhattuk. Na szóval annyi idő alatt volt több, mint kb. Fél éven volt, amíg nem volt konkrét a munkám, és akkor tök azt csináltam, amit akartam, és annyi idő alatt megfogott a fotón, azt így bedaráltam. Bedaráltam a izét, a One Piece-t, ahogyan annak rendje van. Kaptam itt mindent 1000-rel, akkor maga a konkrét rating az nem nőtt, az experience az nőtt rendesen. Nekem kell az a három nyalóka. First of many. Nagyon first accolade. Accolade. Nem ittunk lágykeveréket mondón. Hát majd a izén majd. Majd Pipasnál. Tehát a Szegeden. A Gamerlandben majd ott. Szóval úgy ott egyszerű volt húzasával nézni a részeket. De még úgy is egy kb. 4-5 hónapba telt, mire megnéztem. Mondom, augusztusban kezdtem el, és kb. November, decemberre értem be kb. De ott úgy néztem, hogy ott egy darabot nem izéltem, egy darabot nem skippeltem, semmit nem skippeltem, még a fillereket is megnéztem, és nem skippeltem, mert mindent csutkára elejétől végignéztem meg, jó, maximum lehet, hogy most az openingeket, meg a ending, most már idő után már ending se volt, az openinget, meg például a előzetes, és hogy mondom, mit volt az előző részekben, stb. Előző részek tartalmából, szegmest, azt elszkippeltem, de magát a részt, azt sose. Kupassa vinni fogok Bulda kárbonárát, mi a fasz? Azt hiszem zaskós gulyásleves. Úgy Aldiban vannak egész jó kézkaják. Ja, azt láttam egyébként én is, tök is gazdaságos is lehet, akár hogyha úgy van. Egy pole pozíció és egy győzelem eddig. És három dobogó. A nevünk mellett. Várják közöleg, már izélni kézzel. Fejlesztenünk kell. Már tudok fejleszteni. Hát nem nagyon. 107 R&D ponton van, bazzunk. Az kis szar. Még kap löklek sokkal több pontot. És mi ez a failed? Hát ne féleljen, bazz. De még kap ennyivel többet? Persze, én meg az én fejletésemet meg baszd el, hát hogyne. Kutya szar. Az imolai verseny fog következni. Olaszország, a San Marino. San Marino, Imola. Következik május 16-ai 5. futam, 16-ból. Ezutáni futam már érdekesebb lesz, a következő futam Monte Carlo lesz majd. Hiszen ez Monte Carlo. Na, visszatértünk, gyerekek. Nyugodjatok meg. Megint szó volt a jobb kezemről. Ajaj. Na. Elvileg minden rendben, gyerekek. Nem tudom, mi volt ez a megállás egy pillanatra. Nem tudom, mi a fasz volt ez. Nem is értettem egyébként, hogy őszinte legyek. Hogy miért csinálta ezt. Egy igazi rohadék. Egy igazi kutya.
Jó a géped. És mi, hogyha nem a gép a probléma, hanem ezek az internet, gec. Verjen bele. A Gergőnél is fontos az internet, te izé baszkurál, ez a szarvá, szarházi. Minek kéne ripa gekhez, tudtam volna mondani és venni, és inkább pénzt a vonatjegyre. Azt mondta, hogy majdnem mind be lehet kapni. Ugye kínaiban. Na. 2 kilométer után olyan, mint a Grand Line. Grand Line. Menni kell egy számítógépet, Máté, nem a kurva a kaputelefonról kell játszani. Hát igen. És sokan mondták már nekem, hogy ízett a lapos kenyerem. Kurva tetszett egyébként, rohadtul ízett. Jó volt nagyon. Az anyád a 70%-os esély bazdmeg, és úgyis elkúrja, hát kurva anyád. Istenem. Nekem nagyon ízlett. Nagyon jó volt, jó kis sós volt, tök jó volt. Ilyen kis, de természetesen nyilván, hogyha üresen is tök jó volt, de ha most így megdobjuk valami ízével, tejfölle, vagy akármivel, akkor kurva jó tud lenni egyébként biztos. Mindenféle egyébbel, kis finomsággal, biztos, hogy jó faszát dobhat egyébként az összképen bele, beléje. Mint a svincsa lehet. Low tire bear. Az anyádat, azt. Nincs ide már idő, nincs már hely erre. Erre viszont még van idő. Húha. Erre is épp pont van. Csak sikerüljön. Sikerült. Jó van. De most egész jól sikerült ez most. No, akkor örülök. A recept alapján csináltam, amit a üszködőt beküldtem. Erre akármit lehet tenni, most is az... Sőt, is ezt fasoráztam. Egyébként igen, ez igazából arra jó, hogy ez üresen is egyébként egész jó volt. De természetesen úgy a leglaktatóbb és úgy a leglogikusabb, és akkor tudsz le jobban ellakni bele, hogyha ha ténylegesen fogod és meg kell tejföllel, vagy akár ízél. És akkor itt megcsinálod így lángososan. Tejföl, reszelszál sajtot, vagy akár tököm tudja, tényleg annyiféle lehetőségük vannak. Ezt nézzük meg, hát ha beválik. Hát nem. Ez az én szerencsém, bazd meg. Kurva büdös, tetves cigány anyádat, cigány szopjon keresztbe. Ezt egy csöves kutya a fasz játékot, bazd meg, tényleg. Imádom ezt a quick practice-t, bazd meg. Csodálatos. Imádom minden pillanatát, esküszöm. Jó kis esőben gazdag verseny lesz, imádni való lesz, alig várom majd. Hát legalább a időmérő az nem az lesz. Az időmérő az nem az lesz, ugyan. Most beállítottam most, hogy izé, one shot qualifying legyen, úgyhogy gyakorlatilag itt most egy lehetőségünk van, egy most vagy soha lehetőség. És az alapján dől el, hogy ki hol végez. Itt nincs Q1, Q2, Q3-as periódus, most itt most csak one shot. Egy esély. Hát ez jó volt. Ezt nem láttuk, jó? Most kezdődik a vers, most kezdődik a kvalifikáció. Most kezdődik még csak az igazi időmérő. Eddig ez nem volt semmi. Jaj. Jó kis bajok nyar a kombináció. Eddig elég szarul állunk eddig az időmérő. 8. hely eddig ugye a szellem lovasok alapján. Én mutatja most gyakorlatilag, hogy így a többiek így most hol állnak nagyjából időmérő tekintetében.
még felszettelnek tűnik eddig a leggyorsabbnak. Igen, azt mondta, hogy a Csakrakik most jelenleg a legelső helyen van. A legjobb helyezést, leggyorsabb jelen állapotban ezen a szektorban. Azt mutatja jelenleg a eredményjelző, hogy ez a szellemkép. Mi jelenleg a harmadik helyen állunk, és hogy sikerül-e előrébb eviszkélni esetleg. Hát nem úgy tűnik. Hát egy harmadik helyezés, úgy néz ki. Harmadik pozícióból fogunk nekivágni a futamnak, szerintem egy tökéletes pozíció, hibátlan, szerintem ez teljesen jó nekünk. Jó volt ez a várakozás, senkire új fanokat is szereztem, akiket az életben nem látott többet. Igen. Ja, mondtad azt, akit mondta, hogy találkoztál valakikkel, akik egy lefacsisztál. Ilyen cigányi pereputtyal. Na, az hogy most tízi konkrétan, hogy találkoztál velük, oda mentek hozzád és akkor elkezdek kérdősködni, vagy... Vagy csak neki álltál velük így beszélgetni? Megadtad volna most ki a elérhetőségeket esetleg. Nem ezek most kivételes, nem az igók voltak. Nem? Na baszki. Hihetetlen. És téged nem hittek annak? Accolades. De completion reward, de mire is? Na mindegy, nem tudom mi a fasz, hogy előre. Egyébként nem vágom, mire jók ezek. De valamire biztos. Az a baj, baszki, ha nem csinálom ezeket a praktiszokat, akkor nem fogok kapni elegendő pontot, és baszki, esünk vissza a fejlesztési mezőnyökbe. Ez kurvára nem jó. Igen, fontosan esünk vissza. Te a keletibe akartak menni, de nem tudták, hogy kell, aztán csak úsztunk az ára. Ja, értem. Voltak furasztorik többeknek. Igen, csak egy néni akart meggyőzni, hogy költözzek oda hozzá. Mi a fasz? Most tényleg? Mi az Isten? Egy néni akart, hogy költözzek oda hozzá. Mit a szimpatikus voltál öregasszonynak? Így maradt nekem is két darab vitvarra vacsorára. Egyél rendesen, sovány vagy. Na látod? Látod, Penfi? Peti is mondja, hogy sovány vagy, baszki, úgyhogy enned kell, muszáj egyél. Kibaszol sovány vagy, bám, bám. Pár percet összedobható, pár hozzávalóban, milyen elkészíthető, egészen jól lehet tőle lakni. Vettél Vicseles Meister Xboxot? Hát... Hát vettem, csak ugye vasárnapban nem emelték már a készleteket, nem jött új készlet, és már szombaton elkapották az összes ilyen kibaszott nagy dobozokat, és hogy csak ilyen MS besorolású kis dobozkot tudtam csak venni a Vicseres setből, és így hát az nem volt valami sok, egy bögre volt benne, meg egy kulcstartó, meg ezek voltak benne. Nek túlzottan nem örültem. De helyette vettem egy XXL-es kiadású One Piece-es Mystery Boxot. Konkrétan abban volt egyébként ez a sapka is. Abban volt ez a sapka is. Kérlek szépen. Izgis verseny lesz, hát baszki. Miért pont Perezzel hasonlítod össze, bazzeg? Velem hasonlítsd össze. Épp jövök én, a legnagyobb profi. A legnagyobb sztár. Úgy néz ki, hogy baszki szakadó eső lesz végig. Baszki, és most nézem, hogy... Elfejtettem motoresélyeket is ezért átpakolgatni. Na mindegy.
De izgalmas lesz így. Negyedik helyen van Leclerc. Na, ha még negyedik helyen vagyunk, az egész popás. 16 kör, az izé lesz. Felszkippelem most ezt is. Legyen meg minél hamarabb a verseny. És el is indul, hát elég gyorsan elindgették a versenyt. És Max Verstappen nagyon rosszul vette be a rajtot, és Alonsója került ki jobban. Lehet, hogy ez se lesz elég, mert Verstappen még így is vissza fog jönni. És hogy visszajön, és hogy megperúszott az autó, hogy megcsúszott. Oh my god, és meg is előzi Alonsót, megelőzi Fernando Alonsót, ez a Matthew feljön a második helyre. Az igazi esőmenő, elképesztő, az első verseny az idei futam, idei szezonban az első alkalom, hogy szakadó esőben kelljen vezetniük az embereknek, hogy eddig mindig száraz pálya volt minden futamon, ha jól emlékszek. Még Japánban is, ahol általában gyakran szokott esni. Vagy Kínában is gyakran szokott egyébként esős futam lenni, de most megúszták. De most pont Olaszországban, San Marinóban szakad le az ég, ami az a kevesebb lehetőség, kevesebb esély volt, de mégis megtették, és most Matthew egy pozícióval előrébb került, míg a másik csapattársa Leclerc egy pozícióval hátrább csúszott. Norris volt az, aki megelőzte. Feljött a negyedik helyre, Alonso a harmadik. Wumpa Szilvát, mert hogy is adtam egyet, sőt, hogy elvitte kocsival a szolbához. Áll is be, értesített a telefonodon. Oké, ennél csak sokszor elfelejtem, hogy kéne. De tényleg nagyon furcsa ez egyébként. Ez én szemszögemből is nagyon furcsa, hogy Én képtelen lennék elfelejteni, hogy egyébként ennem kéne egyébként. Én hogyha ilyesők, akkor én ezt nem tudom elfelejteni. Vagy hát szintén csak a Pepi nem éhes, azt azért felejti el. Enni kéne neki, de nem éhes, azt azért felejti el. Ugyebár itt az eső pályán az a szituáció ilyenkor, hogy ugye itt nem működik a DRS, itt nem lehet DRS használni. Ugye a maximum ERST lehet nyomatni, még a visszaélő rendszert lehet alkalmazni ilyenkor, hogy a DRS állítható hátsó szárny lehetőség az nincsen ilyenkor. Ugye a esőpályásban, amikor sokkal tovább tartják, sokkal tovább bírják, sokkal nagyobb a durability-jük, mint az összes többi szárazpályás guminak. És ennek köszönhetően, hát hogyha minden jól megy, és nem fog lejjebb menni az időjárás, és nem fog kitisztulni az ég, akkor jóformán kerékcsere, box utca nélkül tudják majd teljesíteni ezt a versenyt. Most Matthew egy kicsikét most közeledett Max Verstappenre. Ők ketten vannak ugye az élen a ponttáblázatban, és hát eddig egyre valószínűbb egyébként, de persze még ezért sok van még hátra ebből a szezonból, sok van még hátra, nagyon sok, de egyelőre a legbiztosabb az az, legbiztosabbnak tűnő az, hogy Verstappen és Matthew között dőlhet el az idei szezon Formula 1-es világbajnoksága. Mi most jó sokat vesztettünk ezen a, abban a körben, abban a kanyarban. Hát csak kérdés az ugye, hogy most Verstappen képes lesz-e tartani ezt az első pozíciót. És simán, senkit sem szavartatva, lekocog az élen.
avagy Matthew húz egy ravaszat, és sikerül előre elviszkélnie magát Verstappen mögé, avagy lemarad, és Alonsoék lesznek a nevelető harmadikok, és ők fogják becserkészni szerencsétlen Matthew. Tehát jó kérdés. Miért nem alszik senki? Hol a munkara? Hát de valaki bazdmeg nem dolgozik, valaki délután bűszakban van, bazdmeg. Az is finom volt. Már ketten vernék meg a szipoát. A szipoát? Most off-téma, de láttam egy videót, hogy milyen jó lenne már, ha SummerSlam-en lesznál és visszatérne bosszút állni Heymanért. Hát az nem lenne az jó. Nem, mert most... Oké, most Lesnar... Nagy-nagy köteléke van Heymannel. Mert rengeteg közös kapcsolatuk van gyakorlatilag. A legtöbb közös múltja Heymannek Lesnarral van egyébként, ugye? De az a baj, hogy Lesnar abszolút nincsen benne ebbe a sztoriban. Abszolút nincsen benne a Bloodline történeti szálában. És ő, az ő megjelenése nagyon random lenne nekem. Legalábbis nekem itt baszok el minden. Baszom a legtöbb izét, lehetőséget. Én szerintem Roman Reigns megérkedése az untig elég lesz szerintem. Untig bőven elég lesz. Ő fogja azt lekerizni majd mindenkit, mindenkit meggyak. Bőven elég lesz szerintem. Ez most egy kicsit kockázatos volt ez. Hát de meg se érte. Motor egységén nincsenek jó állapotban sajnos. És 3 másodperces... Nem látta senki. 3 másodperces büntetés. Nem ítélték végül oda, megkülönt nem ítélték. Meggondolták magukat. Lefizették őket a izék. A bírók. Ferrari-nek az elnöke és sportigazgatója fogta és lekenyerezte a Liberty médiát, és sikerült kibújniuk a felelősségből, felelősség alól. És itt teljes örülni, ha látnád a Brocky fejét. Hát örülnék, ha Lesnar visszatérne, csak ne éppen a Bloodline történetében, szerintem nem lenne helye ott. Nem ugyan ebbe a sztoriba, úgyhogy ilyen random lenne tényleg, hogyha abba a sztoriba térne vissza, de ettől függetlenül természetesen szeretném, hogy visszatérjen. Csak ne... Csak ne abba a sztoriba. Más volt érjen esetleg. Rád még rád mozdulnak a katolikus papok, az ennyiek Kristóf, mi a fasz? But no for me. But no for me. Hát igen, látod milyen jó a kedves Kristófnak. Ő neki baszed nyári szünete van, baszki, neki nem kell iskoláznia sem, úgyhogy gyakorlatilag most igazából tényleg nyár végéig egyébként a Kristófnak most így jelenleg abszolút nincs más dolga. Nekem csak az a konkrét dolga, hogy ledarálja a One Piece-t. Extended track limits. Egyszerűen nem tudom, nem lehet utolérni egyszerűen Verstappent. Túlontúl erős. Folyamatosan szerzi a gyorsabbnál gyorsabb köröket. Nyomod! Hát szevasz, Wolf!
Black Wolfi, hát jó estét kívánok neked. Hát mi a hézag, papsikám? Szója. Örülnék neki egyébként tényleg, hogyha visszatérjen, csak tényleg az a gond, hogy ő ilyen off-témaként kéne visszatérjen. Az a baj, hogy jelenleg most úgy konkrét sztori most nem biztos, hogy lenne neki. Nem biztos, hogy konkrétan tudna most hol visszatérni. Igazából majd, hogyha esetleg Günther legyőzi Damien Priestet a SummerSlam-en, és a Günther lesz az új nehézsúlyú világbajnok, a World Heavyweight Champion, Campeón, akkor, mivel már nagyon régóta tervezik és sebesgetik és készítik elő egyébként, és hogy már egyértelműen terve van ez, meg akarják ezt megcsinálni, megvalósítani, a Günther Brock Lesnar mérkőzést, csak ugye azt a WrestleMania-ra akarják időzíteni, és hogy igazából már majdnem úgy volt egyébként, majdnem úgy tervezték, tudtam már, és úgy azt pletykelják, hogy az idejében, a WrestleMania 40-en, ami most volt, ott tervezték volna egyébként ezt a Günther Brock Lesnar meccset, már ott. Ó, csúszkál abba, nem csúszkáltam ennyire. Már ott azt tervezték, csak ugye az volt a gond, hogy ugye jött a botrány, és Lesnart is ki kellett venni a képből. Egyre jobban marad le Matthew Verstappenről. Ez nem tudja, ez a Verstappen, de sinem húznál, geci. Ezzel szemben Alonsot és Norriszt viszont őket biztos távolságban képes tartani, hogy ők nem tudnak közeledni Matthewhoz. Atyám találkozott is a Verstappen, amikor fotózt őket a Red Bull megbízásából. Tényleg? Az igen. Red Bull megbízásából. Jó, hogy édesapád ilyen izé, fotós? Fotográfus? És így megbízás kapott a Red Bulltól, baszkőd, mi a fasz? Hát te jáppá! Csak most járunk a táv felénél. Ja bátyád. A bátyád a Red Bull egyik fotósa, mi a fasz? Nem tudom miért mondtam édesapádat, de... Szóval ugye a bátyád... Hát szerintem nekem is már késő van. Az ez nem semmi, baszki, hogy bátyád a Red Bull egyik fotósa, baszki. Egy konkrétan izé alkalmazottja. Ők bírálték fel egy fotó, őt vették meg, őt igazolták le, hogy fotózhasson, fotózkodjon a Red Bullnak. Ő teszik ki az Instára a képeket. Ő teszik ki az Instára az képeket, bazza. Sorba, Verstappen és Matthew egymás után nyomja a gyorsabbnál gyorsabb köröket. Oda-vissza adok-kapok megy konkrétan kettőjük között. De egyszerűen Verstappen folyamatosan csak így lopja a távolságot. Egyre inkább távolodik el. De most végre jól sikerült ez a kanyar most.
Már nincs reggel, azt mondod. Mi az, hogy nincs reggel? Hát persze, mert te bazeg délbe kelsz, felfogadjunk azért. Azért nincs neked reggel. Az egész reggelt átalszod. Azt írják, hogy az eső kezd enyhülni. Eső kezd enyhülni, azt mondták. Lehet, hogy a verseny végére kicsit enyhülni fog, és akkor jobban fel fog száradni kicsit a táj, legalábbis egy picit kevésbé lesz nedves. Micsoda leggyorsabb, 1.28.6-tal! 1.28.6-tal Matthew-é leggyorsabb kör, elhappolja Verstappen elől az ezt a leggyorsabb kört. Most el is bassza, el is ontja. Ott amikor véne valára egy kicsikét kezdett közeledni Verstappenhez. Most elrontja ezt a kört. Mi ez a kanyarodás, ember? Most nézem egyébként, hogy a hátsó gumik vannak a legrosszabb állapotban, azok már kopottak gyakorlatilag. 26-24%-osak. Azért csúszkálok ennyire. Rohan sok kör van még hátra, baszki. Az abban nyilván az eső miatt még hosszabbnak érződik egyébként a verseny. Így is 1.29.1-et mentem, az nem rossz. És sokkal nehezebb lesz. Sokkal nehezebb lesz így bármit is csinálni, hogy most ennyire kopottak és nehezen kezelhetőek a hátsó gumik. Sokkal gyorsabban, sokkal egyszerűbben kisodródunk. Nem is aludnék, hanem valami kis néznék. Baszed lenne? Hát ez komoly lenne akkor. Mikor aludnál, baszki? Befutott egy karriát, az tény. Volt, hogy óriás plakáthoz, és az ő fotóját rakták ki. Köszönjük meg egy korábbi Planet Budapest kiállítás összes grafikusi anyagát készítette egyedül, ami szintén a Hung Expo volt pár éve. És én vagyok ilyen senki a családból. Ugyan már. Hol vannak már azok a South Park idők? Sehol. Kuka. Kukában vannak azok a South Park idők, hála jó Istennek. Úristen. Mindjárt alszok bazd meg. Ez jó volna azért legalább ezt a futamot azért jó megcsinálni. Sopporom a vámpit és nézem tovább a South Parkot. Ez kurva jó lenne tényleg. Ha konkrétan a jobb kezed, akkor abban a pillanatban mondaná, hogy hát nem kell ilyen nekem. Nekem ilyen ember nem kell. Ilyen szutykokat néz. 1.29.0. Verstappennel kb. Azonos egál időket mennek. Leragadtak 3 másodperces távolságra, nem tudnak közelebb kerülni egymáshoz, mert távolodni se, ellentétben Alonso és Norris. Mások 4 másodperce vannak. Na ez egy nagyon rossz.
pillanat volt. Egy másodpercet el is dobott a drága jobb Chris Metro-ra. Látszik, hogy már nem bírja már, a gumik se bírják már. Én se bírom már. Micsoda visszatámadás! Ez egész jól visszahoztuk egyébként pár tizeddel, visszajöttünk persze, de ez mindig édes kevés, ugye? Rám hosszú nap vár. Rendben, Imó, nyugodtan menj, csak nyugodtan. Hát örülök, hogy ilyen sokáig itt voltál. Baszki. Ez ilyen versenyzős játéktán meg aztán végkét. Úgyhogy jó éjszakát neked, Imó. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves. Kedvesként. Hát most vagy te is? Hát már én is kezdek. De hát hogyha már ilyen kevés kör van hátra, akkor ezt hát befejezzük valahogy. Hát ha minden jól megy, akkor... a fél egyre biztos, hogy be tudjuk fejezni. Az jó. Akkor ezt itt hagyom. Mi történt? Max Verstappen autó megáll! Max Verstappen autója meg lelassul! Max Verstappen megáll! Feladja a versenyt! Hát mi történt? Hát ez hihetetlen, mi az Isten? Ez kellett neked, ez kellett neked. Hát a Dimo, csak be kellett rakni ezt a izét, ezt a pokolfajzott hangot, és megállt a éllovas Max Verstappen, és ezzel meg lehet menni a győzelem. Nevető másodiként lecsapott rá, és Verstappen első nullázása, első kiesése is megtörténik. Mekkőnök is volt már egy nullázás Japánban. Most Verstappen az éről esik ki, hihetetlen, hát ez sima beton biztos győzelem lett volna. A rajtszél győzelem, pole pozícióból, az első pozícióból, egészen az elejétől a végig vezette a futamot. És három körrel a vége előtt megáll az autója és kiesik. Így van. És mindez nem valósultott volna meg Imószól. Köszönhetően Imószól nélkül nem valósult volna meg ez a történet. Én nagyon szépen köszönjük Imó bácsinak, Imó bátyjának a nagy remélt becsült segítségeket. És Chris Matthew 7 másodperccel senkitől sem zavartatva fog bemenni, hogyha esetleg, ha csak nem az ő autója is esetleg a végén megáll, vagy ki tudja, mi történik az ő autójával. Akkor senkit sem zavartatva simán be fog menni, be fog érni első helyezetként. 8 másodperces előnnyel Alonsoval előtt. És Alonsonak ez lesz az idei szezonban a második alkalomi helyezetje. Győzni még továbbra sem tudott. Hogyha ilyen szépen teljesít is, már a második alkalom, még második lett. Előbb-utóbb eljöhet számára az a bizonyos első pozíció, amit már több mint 10 éve nem tudott magáénak tudni. És Lando Norris
ezzel most, hogy felszepen kiesik ezzel most őt is, őnek is, hozzá is kicsit visszajön egy valamilyen szinten harmadik helyével. Aztán ott jön Leclerc, negyedik helyen érhet célba Ferrarival. Míg Oscar Piastri pedig az ötödik pozícióban egy biztos 10 pontot zsákolhat, de hogy a két McLaren és a két Ferrari azok, akik most a lehet, hogy legtöbb pontot zsákolhatják be. És még Max Verstappen nullázik, Sergio Perez meg gyakorlatilag sehol nincs. Pontosítva a hatodik pozícióban autózik Sergio Perez, úgyhogy ő még egy 8 pontot be tud zsákolni, de hát az édes kevés lesz. Főleg úgy, hogy a két Ferrari első és negyedik pozícióban, mint a két McLaren a harmadik és ötödik pozícióban, de lehet, hogy Lando Norris az utolsó körben egész végig Alonso mögött loholt, és az utolsó körben megelőzi Alonsót. Utolsó körben tudta megelőzni. Az utolsó körben Norris húz egy váratlant, húz egy hatalmas merészet, és mindent feltette lapra, hogy a második pozíciót megszerezze. És megelőzi Fernando Alonsót, aki ezzel nem lesz meg neki a második helyezés. De a dobogó legalsó foka is bőven kecsegtető számára. És hogy látszik, hogy Norris már egy másodperccel elhúzott Alonsótól. Ez is azt bizonyítja, hogy Alonso egész ideig valamilyen szinten feltartotta Norriszt. És lehetséges, hogy Norris képes lett volna tartani Verstappen és Matthew tempóját. Hát mindig ezt már nem tudjuk már sose meg. Viszont azt megtudjuk, hogy itt a vége az idei imolai nagydíjnak, amit Chris Matthew megcsinálja és megnyeri. És a biztos Max Verstappen győzelem helye egy biztos Chris Matthew győzelem, mert ledob a magas labdáról lejött, leszette azt a bizonyos érett albát a fáról, és kihasználva az alkalmat, hogy Max Verstappen megadja magát az élen. A második helyről előrejött Chris Matthew egy fantasztikus szerencsével bezsákolja ezt a győzelmet, és ezzel bizony megszerzi a dobogó, és konkrétan a pontverseny első pozícióját, ugye, mert most ezzel a riválisa az élen lévő Max Verstappen nullázott most ezzel. Piastri 6, Russell 7, Hamilton 8, Stroll 9 és Gasly 10 az állás jelenleg. És itt is van Verstappen kapásból visszaesett harmadik pozícióra, pont azonosságának Lando Norrisszal, még Matthew már 92 pontra dúzza a felőnyét. És Leclerc ott van 67 ponttal a negyedik helyen. Alonso is ott van 5. pozícióban 59 ponta, és Piastri már 42-vel van ott a 6. helyen. És igen, a Ferrari tovább növeli előnyét, és a McLaren is megelőzte már a Red Bullt. Hát ha ezt láttuk, ha ilyet látnánk a valóságban, összetennénk két kezünket, és valakinek lábát leszopnánk. Complete 4 specialist goals in a single race weekend. Na, ez jó. What? Behind rival intensity. Hát most bazdnek 62-es ratingen van az Logan Sargeantnek, meg 70 most, ott nagy dolog. Nagy tudsz, bazd. Mindegyiket megnöveltük egy kicsit. Rétünk is felment 69-re, kérem szépen. Nagyon szép. Ebből main eventelés lesz ilyen sikerekkel. Hát, az minimum main event lesz. Main event Jey Uso lesz, baszki. Az biztos, hogy jó sok mes lesz egyébként a szám összemel, és tök érdekes, hogy most megint újjön össze a lépés.
ugyan össze a lépés, mint mint a múltkor. Mi volt a múltkor? Ugye a múltkor a Pipacson, amikor voltunk Pipacson május elején, akkor is vasárnap mentünk haza azért, hogy megnézzük a izét, a PP végállát, a King of the Ring-et, azt hiszem, akkor King of the Ring ment. Azt hiszem, igen. Ja, King of the Ring. És most is ez lesz, baszki. És most is ez lesz. Mert most megyünk augusztus 2-3-4-be a Pipassal grillezni, és pont akkor lesz a SummerSlam is. Szóval gyakorlatilag vasárnap jövünk haza vasárnap délelőtt, és akkor hazérünk, aztán este meg a SummerSlam nézés lesz. Izgis lesz, megint így jön össze a lépés. Úgy telik az idő a e-mail alatt, mintha időkapu szippantott volna be. Hát, látod, Perfi? Ilyen ez a show business. Hát köszönöm szépen, hogy ilyet érzel. Úristen, meeting. Még nézd meg, milyen szezon közbeni meetingre megyünk. De most ugye most megkeresett minket a Mercedes. Mercedes megkeresett minket. Our performance, our development. Most is elmegyek, hogy continue talks. Folytassuk a... Delighted to say that the team are none the wiser about us chatting with anyone else. And the meeting went well too. I know. I'm amazing. You're welcome. Szívesen. Hát nem tudom, mit köszönjek neked, bazd meg, de oké. Okay. Ha te mondod. Hát akkor sikerült a fejlesztés egyébként? Az előbb. Elvileg sikerülnie kellett, legalábbis. Előfizet, majd nekrekkeld megint. Megpróbálom nem lekekkelni. Jó lesz majd jövőre. Jövőre már Netflixhez fog költözni az egész WWE. Netflixre költözik faszául. Ad lesz a fasza. Mondhatod, hogy ez igazán fasza a szisztémat, akkor már elég a Netflix előfizetéssel bajlódni. És minden hibátlan lesz. Új motoregységeket kell bepakoljon, mert már az már el van használva egy kicsit. Úgyhogy most így állunk. Hát most meg a leggyorsabb köret jár a plusz egy pontot, és mi zsákoltuk be, ugye? Persze, pedig nem tudta a leggyorsabb kört megszerezni, úgyhogy ő is így járt végül. Úgyhogy most Matthew és Norris is, és Verstappen is nulláztak már egyszer-egyszer. És igazából, hát most felszeppen, most annak köszönheti most, hogy hogy ez egy kieséssel nincs ott a megfelelő közelségben. Matthewhoz, mert ugye Kínából is egy hatodik helyezést ér csak el, ami nem túl erőteljes, de nyilván. Ezt a három szót, hogy vége a nyárnak, nem akarom haladni még egy hónapig. Hát igen. Hát iskolásként egyébként én is így voltam vele egyébként. Baszki. Na de. Következő futam Monte Carlo lesz. Hú, de jó lesz. Alig várom. De ne menj el. Kiléptünk rá. Kussoljál már! Mi van? Kajak? Na az baszett! Mire értelmes lesz újra előfizetni? Na hát, látod, Kristóf? Mire érdemes lesz újra előfizetni jó kis Netflixre? Hát igen, egyébként. Nagy Netflixes dealt szerződést kötöttek, konkrétan közös szerződést kötött a Netflixre a WWE szervezete. És hát úgy érzik, hogy jövőre, januártól kezdve már a Netflixen lesz elérhető
Konkrétan minden. Most csak voltam, most konkrétan be fog zárni állítólag, teljesen le fogják kapcsolni a teljes egészében, leállítják ezt a WWE Network-öt. Amiket tök jó archívum volt egyébként szerintem, mert nem reméljük, hogy akkor ezek is ugyan, hogy minden átkerül Netflixen, nem tudom, hogy fog az működni, de nem értem, akkor ugyan, hogy minden szaros izé, minden régi PP, minden régi gála, minden régi WrestleMania, minden régi adás, ugyanúgy visszanézhető lesz, és ugyan, hogy meg lehet majd tekinteni, mint régen a WWE Networknél. Hát bízok benne egyébként, hogy így lesz. És akkor a Raw-t is állítólag, hát nem tudom, hogy élőbe, de konkrétan vissza lehet napra nézni teljes adást a Netflixen, a SmackDown-t, NXT-t is, összes gálátot meg lehet nézni élőbe, meg nem élőbe. Ez miért éri meg a WWE-nek? Hát pénz! Egyrészt pénz, mert sokkal több pénz hoz a konyhára a Netflix előfizetés, ses megoldás, ugyebár, mert a emberek amúgy is többet, hát a jövő a streaming platformokban vannak, ugyebár, és úgymond sokkal többen használnak Netflixet, mint WWE Networköt, és úgymond szerintem úgy jobban megérni nekik, hogy többen fizetnének elő, mert alapból is több olyan előfizető van alapból is, akik Netflix-re fizettek elő, és akkor emiatt így többen fizetnek elő, és akkor így többen kapnak lehetőséget, többen nézik meg esetleg ezt a adásokat, meg gálákat, meg jobban a emberek szem előtt lesz, ugyebár. A Netflix-esek, akik esetleg nem gondolták volna, hogy megnéznék ezt most, tehát hogy most így gondolják azt, hát, hogy bele fognak kukkantani, így jobban kinyílik a zártabb közönségnek, másabb közönségnek is jobban meg fogja érni, és jobban ki fognak tárulkozni egyébként. Hát egyébként a Netflix egyébként jobban megéri egyébként tényleg nekik. Meg a másik tényleg az a terjeszkedés. Terjeszkedés miatt próbálnak jövő generációjával is foglalkozni, hogy ugye tényleg a jövő ebbe van. A Netflixben, meg a HBO-ban, meg a izékben, ezekben a Disney Plus, ezekben a streaming szolgáltatókban van a legnagyobb jövő, és ezért van az, hogy ők is inkább ebben hajlanak inkább, hogy akkor nem a tévés szerződésekkel foglalkoznak, mert lehet, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy most még így is le fogják adni tévén is őket, nem tudom, de inkább át akarják ezt az egész szervezetet, az egész szisztémát át akarják rakni a tévés közvetítésekről a streamingre, mert ugye egyre kevesebben fognak már tévén nézni bármit is, ahogyan szépen kihal az a generáció, akik tévén nevelkedtek, és szépen megmarad az, akiket már nem érdekel annyira a tévé, és inkább Netflixeket, meg ezeket néznek, hogyha filmet akarnak nézni, és nem a tévét. Azok számára meg jó lesz ez, mert akkor megtartják, meg be tudnak hozni új fiatal embereket. Nézem az Ennél Sporton tévében, hát nem is Ennél Sporton, de izén, Match 4-en, Arena 4-en, ott azokkal adják egyébként ezeket. Ott olyan fel van a Sonic X, de nincs magyar szinkron hozzá, ami egy getisza a dolog, mert én úgy akarnám megnézni. Hát ez szomorú. De legalább van magyar felirat hozzá, és angol szinkronnal lehet nézni, vagy japán szinkronnal. Én azt adnám egyébként. Én azt adom teljes mértékben, hogy ha már nekem már van magyar felirat, az már nekem az teljesen szuperes. Szuperes. Hát nem érte meg a szinkront. Már magyar egycsöves ország. Na minden srácok, ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy egész idáig itt voltatok, és megnézhettek ezt a mai élő adást. Olyat láttam, majd beszartam. Na, mit láttál? Közben mondom a dolgokat, és közben addig mesélheted, esetleg leírhatod addig. NXT meccs, magyar kommentárral. Hát igen. Hát meg hát gyakorlatilag ott a tévében, ott konkrétan úgy adják le egyébként ezeket a gálákat is. A Money in the Banket, meg a Clash of the Castle-t, és mindet izél. Még a WrestleMania-t is, ott is magyar kommentárral csinálták. Magyar kommentárral adták elő. Adták le.
élő magyar kommentára, vagy hát persze attól függően, most ott is élőben csinálták egyébként legtöbbnyire. Ott is, hogy fogták azt azért fél kettő, hajnali kettőig, vagy hajnali ötig is fennmaradtak be azon. És akkor úgy csinálták. Mert persze ilyen vissza is lehetett őket nézni. Úgyhogy ezeket így konkrétan magyar kommentárral nyomatják. Kitartást lettek, és a holnap napod, és akkor legyetek jók. Akkor holnap akkor, és a holnap ma folytatjuk akkor a Crash Team Racinget. A Crash Team Racinget, úgyhogy vigyázzatok magatok, és tartsatok legközelebb is velünk. Úgyhogy jó éjszakát. Szevasztok!